A kőbányához sportszálakon kötődő emberek sokaságát köszöntötte az önkormányzat képviselőtestülete, bemutatókkal, látványos produkciókkal színesített ünnepségen a Kőrösiben. A tömegsport és az élsport eredményei egyaránt elismerésben részesültek. D. Kovács Róbert Antal polgármester köszöntőjében a többi között a legkiemelkedőbb sporteredményeket elérők díjazottjainak kiválasztásáról is beszélt. Gyere Egérke, gyere kicsilány! Idén lesz 35 éve, hogy lélegzett visszafojtva hallgattuk a televíziós közvetítést a szöuli olimpiáról. Néhány szívdobbanásnyi idő, egy testhossznyi előny, és az olimpiai medencében legenda születik egy 14 éves, a kőbányai Kőr utcai uszodából induló magyar kislányból. 166 centis, 46 kilós, törékeny, szerény, csendes kislánynak szólt a magyar himnusz, az olimpiai dobogó legmagasabb fokán. Majd szól újra meg újra, máig visszahangzó erővel. Mert ha kimondjuk Egerszegi Krisztina nevét, ma is átérezzük azokat a pillanatokat, amikor a kicsi magyar lány egy testhosszal legyőzte a világot. Ez az érzés, ez a példa ösztönöz arra, hogy megmozduljunk, hogy elhiggyük, nincs lehetetlen. Legenda kevés sportolóból lesz, de büszke vagyok rá, hogy Kőbányán sokan ösztönöznek minket arra, hogy elinduljunk. Van, aki 8 óra munka és család mellett tesz meg ultratávokat úgy, hogy saját bevallása szerint az elején talán még a szomszéd néni is lefutotta. És van, aki a nyíltengeri hullámukkal küzd akkor is, ha az már fáj. És olyan is van, aki iskolás lányként úgy fekteti két várra az ellenfelét, hogy az nekünk is erőt ad a mindennapi küzdelmekhez. És ha figyelünk rájuk, akkor megéljük a saját győzelmeinket is. Azt, amikor érezzük, hogy kicsit jobbak vagyunk, mint tegnap, hogy kicsit többet tudunk teljesíteni, mint tegnap. 132 arany, 107 ezüst, 122 bronz, ez Kőbánya látható 2022-es eredménye az országos versenyektől a világbajnokságokig. Majdnem 40-nel több arany, mint egy éve, amihez minden sportolónknak, edzőiknek, szülőknek és segítőknek gratulálok. Ezekben az eredményekben benne van meg annyi hónap, meg annyi év küzdelme, nehézsége, fájdalma, de benne van a szívetek, a lelketek is. A sport öröme, szeretete és az a szenvedély, amit nektek szurkolva minden versenyen megérzünk mi is. Ti álltok oda a rajtvonalhoz, de Kőbánya veletek mozdul kicsitől nagyig, iskolástól nyugdíjasig az uszodáinkban, az edző és fitnessparkjainkban, a foci, kézi és kosárpályáinkon, és nem utolsó sorban pedig a futóköreinken. És nem csak a győzelmeitekből tanulunk. Azt is megmutatjátok, hogy nincs semmi baj, ha az embert egyszer-egyszer padlóra küldik. Fel lehet és fel is tudunk állni, ha igazán akarjuk, ha rászánjuk a munkát, hogy felfedezzük önmagunkban az erőt a változtatásra. Hogy az igazi érték az, ha mindannyian oda merünk állni a saját, mások számára láthatatlan rajtvonalunkhoz, és elkezdjük felfedezni önmagunkat, feszegetjük a határainkat, és átéljük a sport, a mozgás összehasonlíthatatlan örömét. És ha elindultunk, megélünk még valamit, ami nagyon fontos. Szinte bármilyen sportágot válasszunk Kőbányán, itt nyitott, aktív közösségeket találunk. Olyanokat, akikkel jó együtt lenni, legyen szó akár a bringásainkról, akár a baráti kis csapatokról, vagy éppen az edzőtáborba is járó időseinkről. Bennük társakat, segítőket, barátokat találunk. A Kőbánya sportolója elismerés díjazottjainak kiválasztása minden évben öröm és minden évben nehéz. 4 díjazottnak jut ma is kitüntető cím, de minden jelöltünk egyedi, különleges, a maga nemében kiválóság, mindegyikük megérdemli Kőbánya elismerését. Köszönöm, köszönjük munkátokat, és mindannyiótokat arra kérlek, hogy folytassátok. És arra kérek minden kőbányait, hogy csatlakozzon, hiszen ma már igazolt, hogy akár heti 2,5 óra mozgással is több mint 4 évvel növelhető az egészségben eltöltött évek száma. Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár a közelmúltban erről így fogalmazott. Az egészséges és aktív életmód rövid távon gyógyszer, hosszú távon prevenció.
Ezért biztatok minden intézményi közösséget, munkai, baráti közösséget, ha csatlakozzon akár a Millió Lépés az Iskoládért programhoz, akár a Mozdulj Kőbánya programhoz, akár más mozgásösztönző kezdeményezéshez. Biztatok mindenkit, hogy a napi iskolába járásra, munkahelyet elérő közlekedésre lehetőség szerint válassza a gyaloglást, a kerékpáros közlekedést, lift helyett válassza a lépcsőt, ragadjon meg minden alkalmat a mozgásra. Hiszen Arisztotelész szavaival az egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink összessége. Azzá válunk, amit rendszeresen teszünk. Köszönöm, hogy meghallgattak. A jeles cím egyik díjazottja Rohács Réka, a KSC úszója, az óriási kitartást igénylő nyíltvízi számok sokszoros bajnoka, a tanulásban is követi a szakosztály hagyományait, és élelmiszermérnök lett. Erről is kérdeztem őt. Időnként elképedve hallgatjuk azt, hogy milyen távokat úszol le. Menet közben mi áll a fejedben? Hát ez távtól függ, hiszen az 5 kilométer egy óra alatt megvan, nagyjából a 10 kilométer az két óra alatt van meg, a 25 kilométer meg majdnem 6 óra alatt. Igazából annyira sok dolog történik nyílt víz közben, hogy konkrétan nem tudok így elmerengni, hogy mi van éppen alattam. Most a múltkori versenyem közben azért észrevettem egy 3 méteres cetszápát, meg a medúzákat észre szoktuk venni, de igazából annyira gyorsan eltelik, hiszen ilyen flow állapotban vagyunk a koncentrálás miatt, hogy nem tudok úgy merengni. A verseny előtt, illetve hát mondjuk edzés előtt, akkor lelkileg fel kell tuningolni magad arra, hogy esetleg jönnek holdpontok is? Hát igen, nem tudom most melyik a nehezebb, az edzés vagy a verseny, mert mindenhol vannak holdpontok. Edzésen inkább az a nehéz, hogy egyedül vagyok, és hogyha egy hosszabb, például amikor 25 kilométerre készültem, 15 kilométeres edzésem volt, 3 óra azért egyedül eléggé hosszas volt. De mindenhol vannak igazából nehézségek, amink túl kell lendülni, úgyhogy ezt gyakorolni kell még, de lekopogom, eddig jól ment. Az élelmiszermérnök kosarában mi van? Hát itt is kitartásból jeles voltam, hiszen nagyon sok fizikatételem volt, szigorlatom, és nagyon nem vagyok jó fizikából, matekból, kémiából, úgyhogy ezt így 3,5 év alatt így fel kellett hozni magamat. Nagyon örülök, hogy sikerült, mert minden így összejött, hogy nem voltak nagy versenyek, de ha voltak, akkor is négy számban egyedi csúcsot úsztam, a kvalifikációs lépés is a következő versenyre sikerült, és még diplomát is szereztem, úgyhogy mesterre tovább megyek tanulni, termékfejlesztésre, az lenne a cél, és szeretnék fizikából, kémiából még jobb lenni. Mi az, amit elhoztál a tarisznyádban az élelmiszermérnöki képzés során? Tehát milyen viszonyod van ehhez a területhez? Igazából mindenképp a táplálékkiegészítőkkel szeretnék foglalkozni, hiszen egy sportolónak ez elengedhetetlen. Én nagyon sokat fogyasztok, és 12 éves korom óta fogyasztó vagyok, úgyhogy ez mindenképp az, hogy jobban belelátok, hiszen 5 hetes gyakorlatot is végeztem a Biotekusánál, ahol analitikusként voltam a minőség ellenőrzési osztályon. Fehérjepolokat, aminósavakat vizsgálhattam, koffeintartalmat mérhettem, szóval belelátok maga az élelmiszeriparnak a bővebb részébe, és ez mindenképp, hogy tudom, hogy a táplálékkiegészítő például egy fehérje, hogy készül a gyártósoron, hogy megy végig, és hogy fogyasztom el. Szóval nagyon jó azt látni. Rohács Rékával azzal fejeztük be, hogy mi újság a táplálkozással. Veled meg ezzel kezdjük, mi újság a táplálkozással. Igazából nyilván egy sportoló figyel arra, hogy mit eszik, de nincs az, hogy ilyen súlyos diéta, amit be kell tartani mindig. Ugye nálunk súlycsoportok vannak, tehát mindenkinek tartania kell a súlyát, vagy kevés kilóval felmenni. Én ilyen 3 kilót fogyok idén, ami igazából nem nevezzük birkózásban fogyásnak, hanem súlyrendezésnek, mert ez annyira nem számít soknak. Ilyenkor visszaveszünk a kajából, próbálunk olyan ételeket enni, amik energiát adnak, és ennyi. Igazából semmilyen hatalmas fogyás nincsen. Mi újság a suliban?
Én tavaly érettségiztem, és felvettek egy egyetemre, de arról meggondoltam magam, és most egy évet pihentem. Igazából pihenésnek nem nevezném, mert több edzésem lett így meg táboraim, de most egy évet kihagytam a tanulásban, és idén jelentkeztem újra a Semmelweis Egyetemre. Azon belül szülésznői szakra, és remélem, hogy felvesznek. És akkor belevágsz? Hát az a terv, hogy belevágjak. Honnan jött ez az ötlet? Igazából én nagyon szerettem volna gyerekekkel foglalkozni mindig, és a gyermekpszichológia vonzott a legjobban, csak oda nagyon-nagyon sok a ponthatár, és nem tudtam bekerülni, meg nem is jelentkeztem igazából, mert úgyse tudtam volna. A szülésznő pedig anyukám álma volt, hogy ő szülésznő legyen, és gyerekkorom óta ezt hallgattam, hogy mindig is azt akarta, hogy szülésznő legyen, de nem tudott az lenni, és azért bennem volt ez, hogy biztos jó, tök jó, és utána néztem, és nagyon megtetszett. És így is azért gyerekekhez közel vagyok majd. Most a sportban idén mik a tervek? Hát legalább annyira jó, mint tavaly. Azt szeretném, hogy azért elbén dobogós legyek. Igazából Európa-bajnokságom idén, hogy nem első éves junior vagyok, nem a legfiatalabb, most már döntőben szeretném látni magamat. Nagyon jó lenne, hogyha nekem szólna idén a himnusz, és mindent meg fogok tenni ezért, világbajnokságon pedig reálisan a dobogós helyezést látom. Makai Viktória ultrafutó sokak példaképe, a kőbányai futóprogramok rendszeres húzóembere, általában futócipőben látható, az ünnepségen viszont egy remek tűsarkúban tündökölt. Megkérdeztem hát, hogy milyennek találta a viseletet. A futócipőt mindig úgy választok, hogy a világ legkényelmesebb, és az összes cipőm közül a legkényelmesebb legyen. Hogyha megfogalmazhatom, hogy mi ennek a reciproka, akkor ez most az. De az alkalom megkívánta. És nagyon csinos, az kétségtelen. Mi újság van a futókörökben, illetve mi újság az edzéssel? Köszönöm szépen a kérdést. A mindennapi edzések nekem a mindennapi élet részét képezik, és nem annyira határolódnak el úgy, mint az egyesületi sportolók számára, illetve időben körülbelül ugyanúgy tagozódik. Én is akkor edzem, amikor a gyerekeimbe mennek edzeni, és hogy így alakul a napunkban a logisztika, és ehhez szeretnék. Elsősorban én olyan eseményeket keresek, ami ezt a hosszú távfutásnak az élményét adja, de tervezem azért, hogy idénre szeretnék én is versenycipőt húzni. Ilyen már rég volt. Versenycipőt? Ugyanazt a futócipőt, csak más szándékkal. És mi lesz a cél? Szeretnék egy 100 kilométeres versenyen részt venni, és egy 24 óráson. Ehhez milyen felkészülés kell? A 24 órást azért választottam, mert hogy az ultrafutásban az a versenyszám, ahol belefér, hogy a mennyiségi munka minőséget produkáljon. És mivel én a hétköznapokban leginkább rekreációnak használom a futást, ezért kevés feladatos edzést végzek, és minél rövidebb a táv, azért erre annál nagyobb szükség van a minőség érdekében. Mentálisan egy ilyen hosszú távra lehet-e tudatosan készülni, illetve ha igen, akkor hogy? Abszolút. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok önismerettel, és mindenben, tervezéssel, analizálással, de ugyanakkor érdekes a kérdés, mert hiszem, hogy azért a nagyon hosszú távon célba, aki mindig tud a 0,0001% lehetőség irányába tekinteni. A kis ördöggel, aki azt mondja időnként, vagy nem tudom, mondja-e, hogy figyelj, hagyd abba ezt az egészet, meg kell küzdeni néha? Hát akármennyi ideje futok, a küszöb mindig ott van, és azt minden nap át kell lépni. Azt hiszem, hogy ez szokott talán a legnagyobb fal lenni alkalmanként. Tehát, hogyha egyszer már a bal láb jön, meg a jobb láb, meg a bal láb, meg a jobb láb utána már megy? Hát az elindulás mindig a legkritikusabb pillanat, mert ott áll vagy bukik az edzés. Én azt gondolom, hogy ha már az ember kimegy edzeni, hogyha minőségileg nem is pont azt tudja letenni, amit szeretne, de már kín van, a feladatot picit alább adja, vagy esetleg az edzés kicsit alább adja, és annyit tud vállalni, amire aznap képes,
akkor mindenféleképpen előbb van, de ez mind a küszöb túloldalán van. És egyébként a cipőhöz nagyon jól passzol a fülbevaló. Köszönöm szépen, szándékos. Az ünnepségen kegyelettel emlékeztek meg a nemrég elhunyt Sihan Halász Károlyról, lánya Vivien kérésére egy kiokusin karate bemutatóval. Világbajnoki ezüstérmeseket fogadtak a kőbányai darazsak serdülő kosarasai. A Hásfa Egyesület kosárlabda csapata ugyanis ezzel a címmel büszkélkedhet. Galambos Zsolt az Egyesület elnöke és edzője röviden összefoglalta történetüket. A Hásfa Egyesület 1992-ben megalakult egyesület. Hát elsőként alakultunk az országban, aki kétemű fogyatékos fiatalokat fogtak össze, és a munkaidő után, iskola után próbáltunk hasznos időeltöltést végeztetni a gyerekekkel. Sportfoglalkozások, először egy kis gimnasztika tornaedzések voltak, utána abból kialakult sportjáték, kosárlabda edző vagyok, futballedző vagyok, tehát így a kettőből ötvöztünk, hogy volt foci edzés, kosáredzés, pingpongedzés, úszóedzés, és így szépen felfejlődtünk így a 30 év alatt, úgyhogy ma már több mint 100 igazolt versenyzőnk van, több sportágban, ahogy felsoroltam a sportágokat, és gyakorlatilag egy nagyon erős kis csapata vagyunk a speciális olimpiának. És akik most itt vannak, ez milyen csapat? Ez egy nagyon speciális csapat, ugyanis ők csak Down-szindrómás fiatalokból álló kosárlabda csapat, akik már több mint 6-7 éve játszanak együtt, és több országos verseny van mögöttük, ugye a 6-7 évvel a több országos bajnoki címet szereztek, és kikacsinottunk ugye a nemzetközi porondra is. Tavalyi évben Madeirán voltunk egy Down-szindrómásoknak szervezett világbajnokságon, a Trigames-en, és ott ezüstémet szereztünk, ugye a világbajnoki ezüstémet szerezett a kosárlabda csapatunk. Milyen a hangulat edzéseken, mennyire bírják a terhelést, a sikert, esetleg a kudarcot? Nem szedje a kudarcot, nagyon sikerorientáltak, hála Istennek, úgyhogy egy-egy edzés nálunk olyan, mint egy világbajnokság, tehát egy-egy kosárnál óriási üvölgés, óriási öröngés, főleg, hogyha bekiabálom, utolsó kosár, bekiabálom, és utána valaki ezt eléri, akkor óriási ováció van, úgyhogy ez egy speciális edzés, más, mint az átlag emberek sportja, itt sokkal nagyobb az elszántság, sokkal nagyobb az akarat, sokkal nagyobb a siker, orientáltság a maguk szintjén. Tehát 30 éve vagyok az edzőjük, és hát szenzációs érzés, egy óriási, óriási érzés hazamenni minden edzésről. És az edzői specialitások azok mik? Tehát hogyan kell a csapatot végül is egybefogni, ha úgy tetszik, kicsit hajtani őket, adott esetben pedig inspirálni? Hát mindegyikre volt nagyon komoly példa az elmúlt időben. Hát először is, mint edző, tehát a játékosok nagyon ragaszkodnak hozzám. Én vagyok ugye a pótapjuk, tehát nagyon komolyan kell ezt így venni. Amint én belépek a teremben, attól kezdve nem Galambos Zsolt vagyok, hanem az edző. És arra koncentrálok, hogy minden gyereknek maximálisan kielégítsem ugye ezt a kosárlabda szeretetét. Tehát ez bekapcsol, mint ugye 30 évet bekapcsol, és annyira jó érzés ezt így elkönyvelni, hogy igen, az én személyemhez ragaszkodnak a gyerekek, jönnek és edzésenként 30-40 ember van. Jó, abból a Down-szindrómások vannak olyan 10-12-en, tehát nagyon komoly létszámmal. És az, hogy motiváció, nagyon jó példát tudok erre mondani. A világbajnoki döntőbe jutás a finnek ellen játszottuk. És úgy fel sikerült őket tüzelnem a finnek ellen, hogy egyszerűen szegényeket letaposták a pályán szó szerint, tehát nagyon lehet őket motiválni, és gyakorlatilag búzdítottam őket, mindent, amit csak lehetett, elmondtam, és annyira láttam a szemükben azt a sugárzást, hogy húha, mondom, mi lesz ebből, és egy nagyon jó formában lévő finn csapat, akik az elődöntő előtt ugye megverték meg például Mexikót, azokat egyszerűen porig aláztuk, tehát annyira fel lehet őket üzelni, hogy hihetetlen. És a te életedben hogy került ez a speciális edzői munka? Hát egy betegség folytán, mert az én egy a bal szemem beteg volt, 19 éves koromban,
és hát előtte még az MTK-ban rúgtam a labdát, és hirtelen a szememre nem láttam, jól elmentem az orvoshoz, mondták, hogy hoppá, hát ez egy speciális betegség volt, és leszázalékoltak. És oda kerültem egy olyan céghez, ahol értelmű fejtékosok dolgoztak a 7. keleti Erfó Kft.-hez, ami rehabilitációs foglalkoztató volt, és gyakorlatilag akkor kerültem kapcsolatba, tehát mintha jóisten azt akartam volna, hogy oda kerüljek mindenképpen, akkor kerültem kapcsolatba, az akkor megalakult HSV Egyesületnek az elnökével találkoztam, azon a munkahelyen, ahol dolgoztak ugye Down-szindrómások, értelmű fejtékosok, mozgássérült, stb. És 92. januárjától egy közös munka egyből el is kezdődött. Tehát így csöppentem bele, és én mindjárt szerettem volna, hogyha láttam azt, hogy Magyarországon még nincs kialakulva. Tehát elkezdtem telefonálgatni, hogy hasonló iskolák, otthonok, szervezetek, hogy vannak-e, akikkel tudnánk esetlegesen játszani. És akkor így benne volt egy motiváció, és gyakorlatilag innen indult 92-93-tól, és gyakorlatilag 98 óta én vezetem az országban a kosárlabda sportákat a speciális olimpiánál. Tehát ez így alakult, hogy az ember szeretett volna valamit tenni, hogy igen, itt van az embercsoport, szerezünk neki ellenfelet, és akkor játszunk, és lejönnek. És valamikor egy országos bajnokságon 23-24-25 csapat is eljön, és 2-3 napos küzdelmekben tudnak őket együtt teljesíteni, úgyhogy óriási érzés. A barátságos találkozóra jeles vendégjátékos is érkezett még hozzá, Várkonyi Attila alias DJ Dominik. Mi szél hozta Kőbányára? Kérdeztem őt. Mindig szívesen jövök Kőbányára. Tényleg egy nagyon kedves kerület, nagyon sok barátom van itt, és most a Hajdú Pétertől kaptam egy meghívást, hogy a darazsak és a Down-szindrómás gyermekek fognak kosárlabdázni, és gondolta, hogy ha én, mint kosárlabda szerelmes, eljönnék, nagyon örülne. Én játszom egyébként, én egy hivatalos igazolt játékosa vagyok a Staféta esének, ez egy integrált sportegyesület, ahol sérült és épp emberek együtt kosárlabdáznak, és fociznak is, mind a kettőben le vagyok igazolva. Úgyhogy boldogan jöttem ide, és a darazsakat egyébként nagyon szerettem, mert a régi streetballokon nagyon nagyokat küzdöttünk itt, ezen a külső kosárpályán. A sérült emberek és a nem sérült emberek együtt edzése, együtt versenyzése, az milyen élmény neked? Én azt gondolom, hogy ez az igazi integráció. Tehát az is fontos, hogy elmenjünk egy iskolába, vagy elhívjuk egy koncertre őket, de az, hogy együtt öltözünk egy öltözőben, hogy egymással beszélgetünk, a vége a meccsnek, vagy az edzésnek, akkor együtt elmegyünk meginni egy kólát, vagy egy vizet, vagy bármit, ez az igazi integráció. És egy ilyen sport-sport szituációban itt még közelebb tudunk egymáshoz kerülni. Ugye nagyon sok minden felé megfordultál az életben, a médiában, ha úgy tetszik, a szórakoztatóiparban, meg még biztos sok felé máshol is. A kosár hogy kerültne hozzád? Hát én Szegeden kezdtem a Szeulban kosárlabdázni, az akkor egy NB1-es csapat volt. Én nem voltam túl magas fiú, és ez nem változott azóta se, de nagyon szerettem, irányító voltam, és nagyon közel áll hozzám a sportág. Aztán a következő lépés az egyetem volt Debrecenben, ott a Deac-ban játszottam, sőt voltunk a MOL NB2-ben is egy szezont, és hát mindig is nagyon szerettem, aztán kinéltem Amerikában 4 évet, ott az NBA-be szerettem bele, aztán amikor hazajöttem, akkor felkértek, hogy legyek szakkommentátora az NBA közvetítéseken, úgyhogy nagyon sok felé kötöttem a kosárlabdához, és ahol sérültek kosárlabdáznak, én mindig szívesen megyek egyébként, nagyon sokat hívtak. Tagja voltam egy darabig, ott ilyen amatőr kerekesszékes válogatottunk, ahol épek beültek, de cégvezetők is, meg mindenféle, tehát rendesen ép emberek, de beültünk a többiek közé kosárlabdázni, ott is befogadtak bennünket, úgyhogy boldogan megyek. Hát most már több műtét volt a térdemben, mint térdkalács, úgyhogy inkább innentől kezdve már csak a hobbinak élek, de boldogan teszem ezt is. Amikor nem kosarazol manapság, akkor mit csinálsz? Hát 3 éves lesz a kislányunk hamarosan, úgyhogy vele töltöm az időt meg a feleségemmel. Azon kívül pedig a kosár, foci azért, ha nem is olyan mértékben, mint régen, de még része az életemnek. Radványi Gábor alpolgármester az önkormányzatban a sportterülettel is foglalkozik, és ebben a minőségében kommentálta a Zsíros Tibor sportcsarnokban tartott találkozót. Kőbánya nagyon színes, mint ahogy a mai rendezvény is nagyon színes, hiszen itt két különböző, mondhatni két más csapat játszik egymás ellen, hiszen az épek a Down-szindrómásokkal csapnak össze, van egy Down-szindrómás válogatott, akik ide jöttek, és a kőbányai darazsak látják vendégül őket. Azt gondolom, hogy ez is egy érdekes sportprogram, és ezzel szeretnénk felhívni
arra a figyelmet, hogy a Down-szindrómások is ugyanúgy a társadalmunk, Kőbánya a sport társadalmának a részévé váltak már, hiszen Kőbányán van Down gondozóközpont is, felnőttek számára is, és Kőbánya igen fontos szerepet tulajdonít a danosoknak. Általában, hogyha Down-szindrómásokról beszélünk, akkor nekem mindig a vidámság, a szeretet jut eszembe, mert ezek a gyerekek nagyon édesek, nagyon kedvesek és nagyon ragaszkodóaknak tűnnek. Én ugyan nem nevelek Down-szindrómás gyermeket, de látom azt, hogy milyen kötődés van a danosok és az épek között is, és ez azt gondolom, hogy az épeket is meg tudja változtatni. Ennek leszünk remélem a mai nap szemésfül tanúi. Még annyit, hogy a tünet együttest egy angol orvos, John Langdon Down írta le először 1866-ban kiadott tudományos munkájában, ezért őt tekintik a Down-szindróma keresztapjának. Kőbányán a Robert Bosch Kft. Több mint 25 éve működik. A cégcsoport a különböző technológiák és szolgáltatások vezető szállítójaként felelősséget vállal saját környezetének jövőjéért is. Tagja a Kőbánya Gazdaságfejlesztési és Innovációs Tanácsnak is, melynek célja a kerület gazdaságának fejlesztése. Ezek mellett parkosítással és zöldtetők építésével hozzájárul a kerület levegő minőségének javításához. Mi a Bosch-nál ugye a jövő technológiáit fejlesztjük, erről tudnék beszélni nagyon sokat. Itt vagyunk a szomszédban, vagy majdnem szomszédban a Gyömrői úton, ebben a fejlesztési központban, amit mi most Bosch Budapest Innovációs Centrumnak, központnak, kampusznak nevezünk. És miközben ugye a jövőről gondolkozunk, a jövő érdekében fejlesztünk, megpróbálunk nem megfeledkezni a múltról, a jelenről sem, arról, hogy honnan jövünk, és hová tartozunk. Hogyha a vállalatunk jelmondatát idézem, ugye életre tervezve, ezt szoktuk mondani, lehet szlogenként látni, és hát ennek szellemében dolgozunk nap mint nap, és törekszünk arra, hogy a szűkebb és a tágabb környezetünkben is tegyünk a fenntartható jövő érdekében, hogy megkönnyítsük az emberek mindennapjait, és javítsuk az életminőségüket. Magát ezt a kőbányai telephelyet olyan 25 éve használjuk, és menet közben ugye új épületeket is építettünk. Méghozzá korábban azért, legyünk őszinték, szennyezettebb ipartelepeken, ahol a területet a beruházás során kármentesítettük, veszélyes szennyezéseket felszámoltunk. És hát hasonlóan a Bosch Budapest Innovációs Kampuszon, amit tavaly adtunk át, ott is azért nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra, a zöld szemléletre, a környezetvédelemre, az energiatakarékos üzemeltetésre. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez jelzi azt, hogy milyen irányban vagyunk mi elkötelezettek, és mutatja az elkötelezettségünket Kőbánya iránt az is, hogy alapító tagjai vagyunk a Kőbányai Gazdaságfejlesztési és Innovációs Tanácsnak, amelynek szintén célja a kerület fejlesztésének a támogatása, ahol együtt dolgozunk azon, hogy közösen, hatékonyan tudjuk kezelni azokat a kihívásokat, amiket akár az urbanizáció, akár a, legyünk őszinték, Kőbányát is elérő klímaváltozás majd okozhat. Ugye éppen tegnap volt egy olyan megbeszélésünk, ahol alpolgármester úrral ebben a témában egyeztettünk további cégekkel együtt. És hát ezzel a szándékkal kerestük meg a kőbányai önkormányzatot is, hogy tudjuk támogatni azokat, akik a közvetlen környezetünkben élnek, akiknek különösen nagy szükségük van segítségre. Hiszen összességében a kerület fejlesztése az közös érdekünk, elkötelezettek vagyunk az összehangolt Kőbánya számára előnyös fejlesztések, együttműködések mellett, és ebben a szellemben jöttünk ma is, és adjuk ezt a kis adományt. Most 10 millió forinttal és 3 defibrillátorral segíti a Kőbányán működő szociális és egészségügyi ellátást. Az adományokat ünnepélyes keretek között a vállalat vezetői adták át a Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központnak. Bosch idén 125 éve van Magyarországon jelen, és itt Kőbányán 25 éve vagyunk jelen. Azt gondolom, hogy ez már definiálja azt, hogy egy jó együttműködés legyen az önkormányzattal.
A Budapesti Fejlesztési Központ az egyik legnagyobb fejlesztési központ a Boson belül, a Bos világán belül, és ahogy az András már említette, közel 90 000 négyzetméteres új komplexumot adtunk át a tavalyi évben, ugye ezt hívjuk mi Bos Budapest Innovációs Campusnak. Mintegy 5000-en dolgozunk itt a Bosnál Kőbányán, innentől kezdve az egyik legnagyobb foglalkoztató vagyunk a kerületben, és nyilván kollégáink között számos szakterület, szakma megtalálható, a villamosmérnöktől a gépészmérnökön keresztül fizikusok, közgazdászok, és nyilván azon dolgozunk, hogy a lehető leginkább a jövőt alakítsuk, és a mobilitás jövőjét meghatározzuk. És az egyik legnagyobb célunk az, hogy innovatívak legyünk, és a mindennap, és azzal a tevékenységgel, amit mi a mindennapokban megteszünk, az alapvetően a jövő innovációját, a jövő fenntarthatóságát és a környezetvédelmet is szolgálja. Ezt azért lehet látni az épületegyüttesekben, amik megépültek, hogy tényleg ez egy nagyon fontos dolog volt. Tehát sokan nem tudják, hogy a Bosch vállalatcsoport legnagyobb tulajdonosa a Robert Bosch Stiftung, az Robert Bosch Alapítvány Németországban. Ez is meghatározza azt az egyedülálló vállalati szerkezetet, hogy a vállalatnak a profitjának a nagy részét jótékony célokra fordítjuk. Ennek tudatában vagyunk ma itt, és próbálunk itt a kerületnek is, és a kerülettel is egy olyan együttműködést kialakítani, ami ezt támogatja. Mind a mellett, hogy vállalatként támogatásokat biztosítunk, talán fontos megemlíteni azt, hogy nem csak mi, mint vállalat, hanem a vállalatban dolgozó 5000 munkatárs szintúgy segít a mindennapokban, és próbáljuk őket is ösztönözni arra, hogyha mondjuk csapatépítő tréningre mennek, akkor a kerületbe nyugodtan keressenek meg intézményeket, és számos olyan alkalom már volt, hogy a kollégáink parkokat rendeztek, virágokat ültettek, kerítést festettek, iskolába osztálytermet festettek, újítottak. Én azt gondolom, hogy talán ebben van a legnagyobb erő, a közösségnek az ereje, és mi azt gondolom, hogy mi egy nagy közösség vagyunk itt Kőbányán, aminek a közösségnek a része a Bosch is. Nagy örömünkre szolgál, hogy a mai nap az a támogatás, amit adunk, szintén a helyi jó ügyeket fogja szolgálni, és az itt élők körülményeit, életkörülményeit fogja javítani. Ez pedig két része van ennek az adománynak, a gyermekek átmentő otthonában olyan fiatal korúak kerülnek, ugye, akik a családi nehézségekkel néznek szembe, akár lakhatás, akár gondozás nélkül maradnak. Én hiszem azt, hogy az a támogatás, amit mi adunk, annak tehát az intézménynek a mindennapjaihoz majd segítséget fog nyújtani, és ezáltal segíteni tudunk a gyermekeknek is. És hasonló a célunk a négy idősek klubja támogatásával is. Mi úgy tudjuk, hogy itt nagyon intenzív élet folyik, és az idősek mind a mellett, hogy étkezést és egyéb támogatást is kapnak, de talán itt is a közösség a legfontosabb, és hogy itt olyan programok vannak, ahol feltöltődni lehet, kirándulások vannak, nagy kártyapartik, és olyan beszélgetések, amik azt gondolom, hogy ténylegesen a feltöltődéshez hozzájárulnak. Remélem, hogy a mi hozzájárásunk ezeket majd támogatni fogja, és mind az idősek, mind a gyermekek körülményét tudjuk javítani. Fontos nekünk az, hogy mind a jövő generációját és az idősebbeket is támogassuk, úgyhogy elég egyszerű volt nekünk ez a döntés. Azt mondtuk, hogy támogassuk a fiatalokat és az időseket is, akik rászorulnak, úgyhogy ebben az irányban döntöttünk. Azért fontos a támogatás, mert ezzel hozzá tudunk járni a közösségeknek a működéséhez, akár a körülmények jobb átételéhez. És ugye a Boschnak az alapvető értékei között az van, hogy a közvetlen környezetünkkel együttműködjünk, úgyhogy alapvetően ez a legfontosabb érvünk a támogatás mellett. Hát folyamatos az együttműködés az önkormányzattal, már ugye 25 éve vagyunk jelen a Kőbányán,
Úgyhogy ez nem egy egyszerű alkalom, és nem is az utolsó, úgyhogy folyamatosan ilyen tevékenységben együtt működünk, és nyilván nekünk az a legfontosabb, hogy nem csak mi, mint vállalat, hanem a vállalat munkatársai is tudnak segíteni, úgyhogy erre ösztönzük őket is. A cégcsoport 10 millió forintos adományából 5 millió forintot a gyermekek átmeneti otthona, és 5 millió forintot az idős klubok kapnak. Az adományt ellátásra, szabadidős programokra és bútorokra fogják felhasználni. Nagyon örültünk neki, hiszen akármennyire is nagyon gáláns az önkormányzat az intézményekkel, de függetlenül az intézményünknek ez nagyon nagy segítség abból, hogy további szabadidős programokat tudjunk biztosítani a 4 idős klubnak, és a gyerekek átmeneti otthonának is. A pénzbeli adományt, ami már meg is érkezett a számlánkra, pénzbeli adományból valószínű, hogy bútorokat, műszaki cikkeket fogunk vásárolni, továbbá valamilyen kirándulásnak a kiegészítő szolgáltatásait, és a 3 defibrillátort pedig azokra a helyekre helyezzük el, ahol még nem volt lefedve ez a szolgáltatás Kőbányán. Az egyik az a Kerepesi úti orvosi rendelő lesz, másik a Hásleveli orvosi rendelő, és a harmadik pedig itt a gyerekek átmeneti otthon. Lesz. Hát igyekeztünk olyan helyen biztosítani, ahol viszonylag folyamatos műszak van, tehát továbbá rendelkezésre a műszak, ahol hosszabb nyitvatartás. A Bos reméli, hogy adományaikkal hozzájárulhattak ahhoz, hogy a Kőbányán működő szociális és egészségügyi intézmények mindennapjait megkönnyítsék. Centrumban a kapitányság, centrumban Kőbánya. A rendőrség munkáját jelentős részben a közrend felügyeletet teszi ki, de nagyon sok minden más is van. Például nem is gondolnánk időnként, hogy milyen gyakran fordul elő, hogy a rendőrök különböző szociális ügyekkel foglalkoznak és kapcsolatot tartanak a kerület ehhez kapcsolódó intézményeivel. Úgyhogy erről kérdezem, kapitány urat, hogy teszitek ebből a szempontból a dolgotokat? Üdvözlöm a kedves nézőket, szervusz Miklós. Igen, hát valamiért ugye a rendőr általában a bírságolásnál, a büntetésnél jelentkezik, és a köztudatban ez megy át, hogy bilincsel, elfog, akciózik és bírságol. De a munkánknak egy jelentős százalékát bizony a napi rutin során azt teszi ki, hogy a helyi társszervekkel, és itt a szociális intézményekre, egészségügyi intézményekre, oktatási intézményekre is gondolok kapcsolatot tartunk, és folyamatosan együtt dolgozunk, kiváló munkakapcsolatot ápolunk a kerület egészségügyi intézményeivel, szociális ellátójával, a Bárkával gyakorlatilag napi munkakapcsolatban vagyunk, és hát mondhatnám az óvodákat, bölcsödéket, iskolákat is, hiszen a bűn megelőzési, felvilágosító, oktatási nevelő szándéktól, akár a közlekedés, akár a bűnmegelőzés tárgyában, akár a mindennapi szociális problémák tárgyában folyamatosan egyeztetünk. Hogy azért konkretizáljam egy-két példával, talán ugye a legkézenfekvőbb is sokak által ismert a bölcsődékben, iskolákban ugye a közlekedés oktatás, hogyan közlekedjünk, biciklik, a kicsiknek a közlekedési kultúrára nevelése, egy-két bemutató élvezetesebbé tesszük a mindennapjainkat. Ezzel kapcsolatban is ugye az intézményekkel és a Bárkával folyamatosan egyeztettünk, amikor igény merül fel rá, akkor meg szoktunk jelenni az intézményekben, nagyon szoktak szeretni minket a gyerekek, és egy kicsit máshogy is néznek ránk, mint az éppen akár megbírságot felnőttek. Hogyha a korfát megfordítjuk, akkor már a Covid miatt az utóbbi években kevesebbet, de idén ezen is szeretnénk visszaállni a Covid előtti időszakra, az idősekhez, a nyugdíjasokhoz szoktunk ellátogatni idős otthonokba, itt is felvilágosító előadásokat tartunk, azért az internet világában ma már sokszor lehetünk bűncselekmények áldozata, próbáljuk ezekre is felkészíteni őket, illetve egyéb olyan bűncselekmények megelőzésére, amelyek kifejezetten a szép korhoz, idős korhoz köthetőek, és hát a mindennapi életvitelben, a Barkában van olyan, hogy szorult élethelyzetben lévő állampolgárral találkozunk a Kőbánya közterületén,
akár szuicid hajlammal, vagy öngyilkossági kísérlettel találkozunk, ezeket mind-mind-mind jelezzük a szociális ellátónak, jelezzük a bárkának, és bizony ők foglalkoznak ezekkel az esetekkel. Látunk mi családi problémákat, egyéni problémákat, szociális problémákat, amik nem feltétlenül még bűncselekmény vagy szabálysértés, de mi tudjuk jelezni az ellátóintézmények, akik pedig tudják ezeket kezelni, és visszafelé is voltak már példák, amikor adott esetben mondjuk egy-egy gyermeket el kellett helyezni, és ehhez segítséget kért, vagy hatósági segítséget a bárka, vagy az iskola, vagy bárki más, akkor természetesen ezekben az esetekben is segítjük egymást. A rendőrjárőrnek olyan esetekben, amikor csak lát valamit, vagy érzékel valamit, meddig terjed a hatásköre? Hát gyakorlatilag a rendőrnek szinte mindenre kiterjedően hatásköre van. Nyilván intézkedése az a rá felruházott hatáskör szabálysértések, bűncselekmények esetén, viszont a jelzési kötelezettség, és megvan is, itt hangsúlyozom a jelzést, ugyanis létezik egy iskolákkal, szociális ellátókkal létező jelzőrendszer, amely kifejezetten azért lett életre hívva, hogy az esetleg még nem bűncselekményi, de mondjuk családi, szociális, oktatási problémával találkozókat tudják jelezni. Ebben a jelzőrendszerben nagyon sokan vannak, tehát az iskolapszichológusoktól kezdve a tanárokon át, a bölcsödei, óvodai oktatónevelőkön keresztül a rendőrig, gyakorlat, a kormányhivatal, gyámhivatal, tehát gyakorlatilag mindenki a része, aki foglalkozik a szociális ellátórendszerben emberekkel, és hogyha olyat észlelnek, ez kifejezett kérésünk is szokott lenni az ellátórendszer, illetve a jelzőrendszer tagjai felé, nincs rossz jelzés van, amelyet meg kell vizsgálni, és reméljük, hogy ezeknek a jelzéseknek a döntő többsége nem bűncselekmény vagy rendőri intézkedést igénylő esemény, de bizony olyan probléma, ami később akár azzá is alakulhat, ezért érdemes foglalkozni vele az ellátórendszernek, ezeket mi is tovább jelezzük, megbeszéljük egymás között, vannak esettanulmányok, hogyha konkrét esetet meg kell beszélni, hogy melyik hatóság az ellátórendszernek melyik része, hogy tud segíteni annak az állampolgárnak, aki segítségre szorul. Hogy működik az, amikor valaki eltűnik otthonról, vagy onnan, ahol éppen lakik, akár idős ember, akár gyerek, kódorok? Hát ugye a gyerek és az idősek speciális úgynevezett kiemelt eltűnésként szoktuk kezelni, tehát az időskorban esetleg a demencia, vagy hát ugye a gyerek, aki még önmagát olyan szinten ellátni képtelen, ez mindenféleképpen kiemelt eltűnésekként szoktuk kezelni, tehát ez nem ugyanaz, mint amikor megvizsgáljuk, és mondjuk a szociális körülmények miatt fiatal felnőtt korú személy kilép a családi kötelékből, és a saját útján elindul. Ezekben az esetekben mindig kiemeltként kezeljük, vizsgáljuk a körülményeket, és nagy erőket mozgósítunk ahhoz, hogy minél hamarabb soron kívül megtaláljuk az eltűnt személyeket. Szükség is van rá. Ezek nem lehet így általánosságban megfogalmazni, mindig egyedileg és egyénileg kell ezeket az eseteket megvizsgálni. Vannak példák ugye kórházi eltűnésekről, családból, kiskorú gyermek eltűnéséről. Mindig az eltűnt személynek a személyi hátterét vizsgáljuk, és bizony, hogyha van mondjuk szuicid hajlam, van esetleg egy olyan betegség, ami miatt olyan gondolatai támadhatnak, ami problémás, vagy időskori demencia miatt esetleg fennáll a veszélye, hogy nem talál haza, gyógyszeres kezelésre szorul, egészségügyi ellátásra szorul, akkor ott bizony nagy erőkkel és soron kívül kezdjük meg a keresését, felkutatását. Hál' Istennek azért az esetek nagyon-nagyon nagy részében ez sikerrel is jár, és meg szokott oldódni. Említetted az egészségügyi intézményeket, mint adott esetben együttműködő partnereket. Itt milyen ügyek fordulnak elő? Hát az imént említett azért kórházi eltűnések is vannak szép száma, illetve hát azért egészségügyi intézményben is előfordulhatnak, ugye szabálysértések adott esetben olyan
Hát én nem is feltétlenül bűncselekménynek, hanem indulatkezelési problémának nevezném első körben azokat, amikor ugye esetleg türelmetlen az ügyfél, nyilván a beteg, a hozzátartozó ugye abban a lelki állapotában zaklatottabb, esetleg hamarabb megemeli a hangját ez az amaz, tehát ilyen eseteink is előfordulnak az egészségügyi ellátórendszer, amikor kérik a segítségünket. Javarészt azért hozzá vannak ők szokva hasonló helyzetekhez és tudják kezelni, de hogyha a beteg, kevésbé együttműködő, vagy a hozzátartozó nagyon-nagyon zaklatott állapotú, és esetleg rendőri segítségre van szükség, akkor meg szoktunk jelenni. Illetve hát találkozunk olyannal is, amikor mondjuk a mentősök segítséget kérnek, már éppen az ellátásra szoruló, ha nem is feltétlenül beteg, de ellátásra szoruló személy, nem együttműködő, esetleg tudatmódosítószert, vagy annyi alkoholt fogyasztott, hogy nem képes objektívan látni a helyzetét, és bizony a mentősöknek támad vagy ellenszegül, akkor ott a rendőri segítséget szoktak kérni. Hamarosan már ténylegesen is nem csak naptár szerint itt lesz a tavasz, és évszak alapján van ehhez kapcsolódó változás? Tehát tavasszal mondjuk vannak olyan ügyek, amelyek gyakrabban fordulnak elő? Hát talán a közterületek vagy a közterületi bűncselekmények azért ilyenkor könnyebben előfordulnak, gyakrabban előfordulnak, de hát ez nem is azért, mert az emberek kevésbé jogkövetőben, hanem jó idő van, süt a nap, D-vitamin szükségletünk, a téli D-vitamin szükségletet pótoljuk, úgyhogy kimegyünk a közterületekre, és ilyenkor azért a közterületek terheltebbek, ebből a szempontból előfordulnak gyakrabban közterületi bűncselekmények, de hál' Istennek azért ezek kezelhetőek, illetve hát az örök sláger téma az a közlekedés, és a közlekedés biztonság. Jön a tavasz, jön a jó idő, itt a nyári gumicserének az időszaka, és hát meg is ragadnám az alkalmat, azért közeleg a húsvét is, hogy ugyanúgy, mint tavaly idén is kiemelten kezeljük a közlekedés biztonsági kérdéseket, tehát a legfőbb baleseti okok tekintetében idén az egyik meghatározott és saját célkitűzésünk is, hogy ezekre nagyon oda fogunk figyelni és ellenőrizni. Tehát itt a biztonsági év használattól, a gyermekülés használattól kezdve, nyilván az ittas járművezetésen át az elsőbségi szabályok megszegéseig, kanyarodási szabályok megszegéseig mindent vizsgálni fogunk, és az idei évünk az javarészt az egyik szegmens erről fog szólni, hogy ezekre odafigyelünk. Nem szeretném a beszámolómat megelőzni, de volt már egy évértékelője a kapitányságnak, ahol főkapitány úr is kiemelte, hogy Kőbánya azon kevés, vagy talán egyetlen kerület most Budapesten, ahol a tavalyi évhez képest a közlekedési balesetek száma nem nőtt, ami óriási eredmény és óriási befektetett munka is. Tehát sokszor az eredmény megtartása, vagy az, hogy tudjuk a helyzetet stabilizálni, az akár több munkával is jár, mint javítani a helyzetet. Úgyhogy idén is nagy hangsúlyt fogunk erre fordítani, húsvétkor is, de az év egész folyamán folyamatosan fogunk olyan közlekedési ellenőrzéseket tartani, ahol kifejezetten ezeket fogjuk ellenőrizni. És ugye azt hiszem, hogy nem árt többször is elmondani, hogy az alkoholszint tolerancia az nulla. Az zéró, így van, tehát sem egy pohárból, sem egy pohár sör nem ad felmentést az ittas járművezetés alól, tehát Magyarországon tilos alkohol fogyasztva gépjárműbe ülni, nem is tanácsolom senkinek, tehát mi Kőbányán nagyon figyelünk erre, és folyamatosan szűrjük is. Illetve egy másik, ami még érdemes odafigyelni, hogy sokszor abban a hibában is belesnek az állampolgárok, hogy hát nem ivott, hanem előző este ivott még. Hát bizony az alkoholnak a vérből van egy távozási ideje. Tehát hogyha én még éjfélkor, hajnal egykor még az utolsó sörömet megittam, és előtte esetleg nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztottam, és reggel elindulok munkába mondjuk 17:30, akkor bizony az a pár óra az még kevés ahhoz, hogy távozzon a szervezetből az alkohol, és az ugyanolyan negatív befolyással van rá. Tehát a hajnali ellenőrzéseinknél ezek a posztalkoholos
elkövetések is megjelennek, úgyhogy én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy erre is figyeljen oda, hogy az ittas gépjármű vezetés az nem csak arról szól, hogy ittam egy pohár sört, és utána beülök és hazamegyek a kocsiba, hanem bizony arról is, hogyha szombat éjszaka vagy péntek éjszaka szórakoztam és nagyobb mennyiségű alkoholt ittam, akkor bizony, hogyha reggel még gépjárműbe ülök, akkor az még jelenthet ittas állapotban történő gépjármű vezetést. Köszönjük szépen, gyere máskor is. Köszönöm, jövök. Kicsi a bors, de erős kampányszlogennel indította el az Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány azt a gyűjtést, mellyel a zagyvarékasi életjelmentő csoportot szeretnék támogatni. A gyűjtés célja, hogy anyagi támogatást tudjanak nyújtani a mentőcsoportnak, és így segítsék munkájukat az életek mentése során. Az Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány, az orvosi alapítványunk azért hozta létre a gyűjtést, mert minek után láttuk, hogy mi történik Törökországban. Én fölvettem a török nagykövetséggel a kapcsolatot. Abba a tapasztalatba futottunk bele, miután a betegeink szóltak, hogy rengeteg kabát, pléd és minden rendelkezésre áll, de a nemzetközi szabályoknak megfelelően kizárólag tisztított és új ruhát, tehát vákumcsomagolt ruhát lehetne elküldeni, és ez nagyon-nagyon nagy bonyodalmat jelentene. És akkor azon gondolkodtam, hogy akkor kinek segítsünk, hogyan segítsünk. Akkor segítsünk azoknak, akik segítenek másoknak. És mivel, hogy nekünk itt van a tacskunk, és ezért találtuk ki, hogy kicsi a bors, de erős. Ez lett a kampányunknak a célja, hogyha már nekünk terápiás tacskunk van, akkor ezt a nagyon híres tacskót, az életjelmentő csoportnak a tacskóját fogjuk mi támogatni, illetve nyilván természetesen a mentőcsoportot, és azért választottuk ki ezt a mentőcsoportot, és ami a másik, hogy én felvettem a telefont, és Turi László felvette rögtön a telefont. Nagyon meglepődtem, és elmondtam neki, hogy mi mit szeretnénk, majd ő nyilván reflektál, hogy hogyan reagált erre a dologra, és hogy ez mennyire komolyan gondoljuk, és úgy indítottunk el egy országos kampányt, hogy a maguk a stroke betegek, tehát a sérült fogyatékkal élő emberek dobták össze az induló tőkét, és úgy próbálunk meg céges szponzoroktól kezdve mindenkit szerezni, és mindenféle szervezeteket mellé állítani a történetnek, más fogyatékos szervezeteket, magánszemélyeket, akik dolgoznak ezen a dolgon, hogy működőképes legyen ez a dolog. És azért választottuk ki őket, eleve a mentőtacskó miatt. Azon kívül valóban azt szeretnénk bizonyítani, hogy attól, hogy egy ilyen pici állatról van szó, akit mások ölebbnek tartanak, hogy ezek nagyon-nagyon jól képzett, értelmes állatok. És igen, az állatasszisztált terápiában, a mentésben mindenhol milyen fontos szerepük van. Főleg ez volt az indikáció. Nagyon sok mindenki, szeretnénk a fő szponzorainkat kiemelni. Az Egon általános magyar biztosító a fő szponzorunk, ezen kívül a gyógyászati segédeszközgyártó és forgalmazó Kft. A GSG Reha Kft. A fő szponzorunk, és hát legfőképpen a betegek eddig. Szeretnénk nagyon-nagyon sok mindenkit még bevonni, tehát céges támogatásokat. Ha mondhatom, hogy milyen összegnél tartunk, jelenleg 560 ezer forintnál tart a gyűjtés, és szeretnénk minél szélesebb körbe kiterjeszteni, és hát az a cél, hogy elérjük az 1 millió forintos álomhatárt, mert igen, a mentőcsapatoknak szükségük van a támogatásukra, ezt szeretnénk egy társadalmi összefogással támogatni, hogy az emberek értsék azt meg, hogy igen, ennek van társadalmi szükségessége, mert hogyha baj van, akkor ők azok, akiket hívnak. Tehát ezért szeretnénk főleg ez a vezérindikáció. Az az apropója mai találkozónak, hogy először is ismerjük meg Turi Lászlót és az életjelmentő csoportnak ugyan működését, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy abszolút fejet hajtsunk a munkájuk előtt, és az egész Magyarországról kiment mentőcsapat és a többi mentőcsapatnak a munkája előtt, amit tettek azért, hogy életeket mentsenek. És hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy az állatoknak ebben milyen fontos szerepük van. És a jól képzett állatoknak, és arra is felhívni a figyelmet, hogy nekünk embereknek igenis össze kell fognunk azért, hogy ezek a szervezetek működőképesek legyenek. És ehhez minden embernek a közös összefogása kell. És azért fontos, hogy
fogyatékkal élő emberek, akik maguk is segítségre szorulnak, ők maguk csinálnak egy ilyen kezdeményezést, hogy igen, próbáljunk segíteni, mert az emberek tudják, a beteg emberek is tudják, hogy magával az állatasszisztált terápiával, az otthon lévő családi kedvenccel, a családtaggal milyen sokat tudnak a saját állapotokon javítani. Milyen tapasztalataik vannak általánosságban a terápiás kutyákkal? A Bajcsi Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályán 12 évig a COVID-ig volt állatasszisztált terápia, dr. Bogárral és dr. Szandival, ő a törpetacskunk, dr. Bogár és sajnos a gazdi már nem élnek. Először is, tehát ez egy óriási nagy élmény, mert az embereknek mosolycsaja az arcára, egyértelmű, hogy megjön a mosolyválasz. És az emberek úgy kezdenek el viselkedni, hogy már nem is a kórházba érzem magam, hanem egy kicsit otthon vagyok, és visszakerültem a normál környezetembe. És az a szeretet, ami jön az állatból, az átmegy az emberekre. Az Életjel Mentő Alapítvány és mentőkutyáik számos külföldi mentőakcióban is részt vettek már. Elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, háborús konfliktusok, valamint személyek eltűnése esetén is nyújtanak önkéntes segítséget, belföldön és külföldön egyaránt. Az Életjel Mentő csoport az ország legidősebb civil mentőcsoportja. 1994. december 5-én alakult, és a fő célja az eltűnt személyek felkutatása országon belül, illetve adott esetben nemzetközi segítségnyújtás is. Jelenleg 7 külföldi bevetésen volt a mentőcsapat, Algéria, Indonézia, Albánia, Ecuador, Nepál, Törökország, Románia, illetve Magyarországon több ezer eltűnt személy kutatásnál működtünk közre, illetve tűzoltásban és bármilyen olyan ipari katasztrófánál, ahol kutyára, illetve speciális mentésre lenne szükség. Jelenleg 3 kutyánk van. Mindig visszük magunkkal, hogyha olyan bevetésre van szükség, olyan bevetésen vagyunk, ami esetleg eltűnt személyeket feltételez, akár romoknál, akár területen, akár vízben. Legutóbbi mentésük a törökországi földrengések idején történt. Ekkor ismerte meg őket az egész ország, és a Smiley nevezetű apró kutyát is. Ő egy 11 éves, 8 kilós tacskó fiú, aki jelen pillanatban is boldog apuka, otthon 2-3 hetes kiskutya várja, illetve a felesége. Rengeteg személyeltűnésnél volt, illetve vízikeresésnél, és ez a második földrengés, aminél ő aktívan jelen volt. A romokon, mint az összes többi kutya, kereste az eltűnt személyeket, élőt, halottat. Ő neki ugye nagy előnye, hogy kicsi, ezért könnyebben fel tudjuk vinni a romra, könnyebben tud mozogni a résekben. A nagyobb kutyák ellenben jobban tudnak mozogni magán a romon, tehát nem kell annyira küzdeniük a kövekkel. A mentőkutyások közül mindig a gazda az, aki tanítja a kutyáját, így szoknak össze az elejétől kezdve, és körülbelül 3 év, mire megtanulja a kutya az elejétől a végig a teljes szakmát. A felajánlásokat mindig örömmel fogadják, hiszen megfelelő eszközök vásárlásával tud minél hatékonyabb lenni a mentés. A mentésben mindig minden fillér jól jön, és ez ennek is nagyon jó hely lesz, hogyha összejön. Több terv is van, mentési eszközök, illetve szeretnénk beszerezni egy olyan járművet, amivel kutyákat tudunk szállítani. Természetesen használt járművet, de mégis egy olyat, amiben be tudjuk tenni a kutyákat, biztonsággal tudjuk vele szállítani. Az Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány továbbra is várja az adományokat, hogy a megálmodott 1 millió forintos álomhatárt mihamarabb elérjék.